Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. A mostani polgármesteri 2 percek valóban tényleg 2 perc lesz, ugyanis egyrészt szeretném felhívni a figyelmüket arra, akiket érint, hogy ebben a fél évben is januártól lehet igényelni a diákoknak azt a támogatást, ami a bérlet, a helyközi közlekedés, tömegközlekedés bérletének megvásárlásához jár, itt Algyőn, hangsúlyozom, a diákoknak. Fontos információ, hogy ennek a mértéke, ugye havonta 1200 forint, azaz a tanítási fél évre 6000 forint, ezt igényelni kell, ez nagyon fontos, tehát mindenkinek, aki még esetleg nem csinált ilyet, annak is javaslom, hogy jöjjön be, kolléganőnket keresse, és ő biztos fog segíteni, ha még nem történt ilyen igénylés. Kik igényelhetik? Természetesen gyermek és fiatal felnőttek részére szól ez a támogatás. Egész pontosan valamilyen alapfokú, illetve középfokú nevelési oktatási intézményben tanulnak. Ezen kívül ugye természetesen különböző speciális iskolákban tanulóknak a közlekedését is szeretnénk támogatni, tehát ők is benne vannak ebben a körben. Ezt meg lehet nézni egyébként egész pontosan majd a tájékoztatóban, hogy kikre is vonatkozik, de szerintem, ha kérdés van, nyugodtan keressék a hivatalt. Az is fontos még, hogy ez a támogatás azoknak a gyermekeknek, fiataloknak szól, akik 15 kilométeres körzeten belüli tagintézményben tanulnak, tehát nyilván akik messzebb, azokat ilyen formában nem tudjuk támogatni. Fontos az is, hogy magát a támogatási igényeket január 15-től lehet eljuttatni ide a hivatalba, egészen február 29-éig, és nagyjából ez a menete. Tényleg, ha bármi kérdésük van, akkor viszont a tájékoztatót, amit majd itt meg is osztunk, illetve majd a különböző közösségi oldalainkon is megosztunk, ezeket majd meg lehet nézni. Jó, a másik, és egy picit ehhez kapcsolódik a téma, hogy történt egy áremelés a tramtrain bérletekkel kapcsolatban, és hát azt érzékeltük, illetve lakosság visszajelzések hívták fel a figyelmünket arra, hogy hát bizony nem volt túl szerencsés a emelésnek a mértéke, ugyanis úgy tűnik, hogy nagyobb százalékban emelkedett az Algyő-Szeged vonal, mint a Vásárhely-Szeged vonal összességében, tehát az egy durván dupla akkora százalékkal. A Szeged-Hódmezővásárhely tekintetében ugye 550 forint lett a teljes áru, tehát ez a teljes áru menetjegy, ez 18%-os emelkedést jelent, ugye 465 forint volt, algyai viszonylatban viszont 370 forintról 500 forintra emelkedett, ez meg 35%-os, tehát dupla akkora százalékban emelték meg, és hát ezt nem igazából értjük, mert úgy tűnik, hogy az algyaieket nagyobb hátrány érte ezzel a százalékos emeléssel, és hát nyilván ezt azért szeretnénk, hogyha a MÁV vagy bárki más azért ezt megmagyarázná a lakosságnak, hogy az algyőiek miért kerültek nagyobb százalékos emelés alá, mint a vásárhelyiek, vagy éppen a szegediek. Úgyhogy ezért Lázár János miniszter úrnak, illetve országgyűlési képviselőnek is írtam levelet ezzel kapcsolatban, hogy ha más nem, akkor legalábbis indokolják meg, hogy mi ennek az emelésnek, a ilyen mértékű emelésnek az oka, és miért csak Algyőn emelték ilyen mértékben meg a tramtrain jegyeket. Én azért is sajnálom egyébként, mert én többször nyilatkoztam az utóbbi időben arról, hogy bizony nagyon sok algyői használja a tramtraint, és én magam is meglepődtem, hogy ekkora a használóknak a száma. Hát most pont úgy tűnik, hogy nem ezt szeretnék elérni, nem tudom mi az oka, de hát remélem, hogy van rá magyarázat, de igazából a fő cél az lenne, hogy ha valamit elnéztek, akkor ezt korrigálják, és egy valamivel olcsóbb megoldásban gondolkozzanak. Nyilván a levélben ez is benne van, hogy ha lehet, akkor vizsgálják fölül ezen mértéknek a csökkentését. Tehát szerintem megpróbáljuk, aztán ha válasz érkezik, akkor fogom önöknek jelezni. Még egyszer,
a bérleteket, a bérlet támogatásokat, a nullói bérlet támogatásokat január 15-től lehet a következő fél évre már igényelni, a másik pedig a trendtrend jegyekkel kapcsolatban pedig tájékoztatásra fogok majd élni, ha érkezik valamilyen válasz. Köszönöm szépen a figyelmüket!